ismét itt vagyunk a Velika Kapella hegységben, ezúttal annak legkeletibb hegycsúcsát, a Klekket fogjuk megmászni, 1180 méter magas, innen Bielsko faluból fogunk fölmenni ezen a szép erdei úton. 50 percet ír a térkép, 5 évvel ezelőtt másztuk meg először, ugyanígy ősszel, akkor valamivel mélyebbről, Ogulin felől jöttünk fel a Klekre, amelynek az első szakasza itt viszonylag lapos, aztán majd egy keményebb sziklamászás következik. Kedvelt kiránduló hely a Klek, könnyen megközelíthető, gyorsan föl lehet menni, és gyönyörű a körpanoráma fentről. A Klekket nehéz eltéveszteni, ideig bőven föl lehet jönni kocsival. Itt pedig valami jó kis erdei tanösvény vezet fölfele, pihenőhelyen, és az elengedhetetlen Ogulin környéki boszorkányos táblával. Talán látszik, flexiből van. A boszorkányos tanösvény. Itt egy kutyus. Nem tudjuk kivel van, de hát biztos, hogy van a gazdája. Mindenkit megszagol, közelbe fát vágnak. Helyesbítünk, két kutya van, a másik ott van távolabb. Jól esik ez a simogató meleg, szikrázóan kék az ég, az időjárás csodás ma. Bielskóból jövünk, a Klekre megyünk, a kutyák megugatnak. Jó a harmadik. Úgy tűnik, hogy nekiugattak a többiek. Hát látható, hogy itt tulajdonképpen 50-60-100 méterenként van valami fajta információs tábla. Ez éppen a Klekken élő énekes madarakról szól. Eddig nem volt meredek, de jól láthatóan itt elkezdett meredekebbé válni az utunk. Viszonylag látványos a Klek fantasztikus bükkérdéje. Hát, Ferdinand anyakamban, aki már 3,5 éves, kicsit nehezebben veszem a levegőt, de még egész jó ütemben haladunk fölfele a Klek csúcsára. Hamarosan elérjük a meredékháznál lévő pici kis nyerget. Elkezdtünk egy kereszteződéshez, 5 évvel ezelőtt, abból az irányból Ogulin felől jöttünk fel a gyerekekkel, pont így ősszel. Bár nem teljesen Ogulinból, de onnan is egy jó másodás mászás volt, és ez a felső szakasz, aminek itt van vége a táblánál, ez hát elég meredek. Ott pedig szemben valahol a fák között a Stodác csúcsa. 5 éve voltunk ott is fent, jó meredek. Egy kis meredékház van fent, illetve egy nagy barlang, nagy vízjelő, pont a hegy búbjának a közepén. Szép látvány nyílik onnan a Klekre. Az utunk a Klek nyugati karsztbokor erdejében vezet fölfele. Pont ránk süt a délutáni nap. Itt most nem fúj a szél, kellemes őszi idő van. Kicsit talán csípős, de csak hogyha megállunk. Itt most kilaposodott az út, fölértünk erre a kis nyeregre. Jól láthatóan egészen beszűkült a gerinc. Tulajdonképpen mind a két oldalán meredeken szakad le a helyoldalmébe. És előttünk már, itt a fák közöttél látom, a kamera felvételén biztos nem látszik, hogy itt van a Klek csúcsának a sziklája. Ennyire vagyunk a peremén a hegynek, a gerincnek. Jól látszik itt lent ez a mélyen beszakadó völgy, szemben velünk pedig ott van Ogulin városa, ahol éppen egy hosszú tehervonat halad át a völgyön. Nos, mindjárt belépünk a meredékház területére. Egy jó pofa kis tábla jelzi, ami nem hiányozhat, a boszorkány, hiszen a legenda szerint a Klekken régen boszorkányok éltek. Hát innen már egészen jól látszik az a szikla csúcs, ami fölénk magasodik, és amire föl fogunk menni. Egyébként az út, ami fölfele vezet, az nem olyan veszélyes, mint ahogy ez most itt kinéz. De mi most itt kinézünk helyette a hegyről.
így néz ki. Wow! Szuper kis menedékház van itt a szikla tövében. Pontosan 1000 méteren vagyunk. Mutatja a tábla. És még 25 perc a csúcs. Itt 30 percet ül, ott 25 percet. Tehát akkor ez, amit most megteszek, ez bizony 5 perci távolság volt. Itt lesz egy jó kis parlang, amire azt írja, hogy 133,5 méter mély. Vrbovszkóval pedig 7 óra alatt tudnánk elmenni, a Kamácsnik forráshoz pedig 6 óra 30 perc. Nem is vészes. Csak vissza kéne jönni. A meddig házon azt írták, hogy free wifi, és tényleg van HPD-klek csatlakoztatva. Úgyhogy kérem szépen, aki netezni akar, az megteheti. De ne tegye, ennél sokkal jobb, hogyha tovább megyünk föl a csúcsra. Előttünk ott szemben a Velika Kapella egység, és valahol ott pont szemközt a Bjelojasica gerince szerdai túránk célpontja. Azt javaslom, azért nézzünk ki innen, de csak óvatosan. Így, mi? Kicsit kijebb lehet jönni. De ha ezen a ponton talán jól látszik, hogy hol is vagyunk a sziklához viszonyítva, hát itt. Nyilván mindenkit érdekel most már, hogy a csodába fogunk mégiscsak felmenni a csúcsára a Kleknek, hogyha ez ilyen rohadtul meredek. Na az majd mindjárt kiderül, nem olyan vészes, viszont nézzük meg itt a barlangot, ami hát ennyi látszik belőle. Elég tömedékes, és hát tele van szarva, húgyozva, ahogy az emberekhez illik. Végül is 30-40-50 ezer éve ezt csináljuk. Telehúgyozzuk, szarjuk a barlangokat, és aztán jöhetnek a régészek, hogy kiássák. Vannak barlangrajzok is. Biztosan lesznek majd művészettörténészek, akik majd megpróbálják értelmezni, mi a csuda lehet az a ZTS. Meg az ava. Hát átvettem a gyereket. Most már igencsak lihegek. Itt látszik, hogy keresztelődés következik, ami azt jelenti, hogy mindjárt látom is a piros lány a táblákat, onnan fogunk fölmenni mi a Klekre, míg a másik út, a Via Dinamica zöld útja, megy tovább a Vrbovszkó fel. Nos, hát hogyha az írás nem hazudik, akkor 15 perc innen még a csúcs, és itt megyünk fölfele, majd két sziklaperem között. Jó lesz. Ferdinánd szerint a kilátás fönt nagyon jó lesz. Pontosan azt mondta, hogy nagyon menő. Hát itt már látszik, hogy itt a kötél, az jönnek lefele, még megyünk fölfele, fölfele. Még lépcső is van. Meg kötél. Kicsit vizes. A lyuk az egy kis barlang. No, hát ilyen fölfele. Az előbb egy háromtagú magyar család jött szembe. Azt mondták, hogy jó fenn a kilátás. De hát mi ezt tudjuk, tudjuk. Jó jön a kötél, és hogy sokat lehet fölfele jönni gyorsan. Csúszik is, meg több lépcsőfok hiányzik. De már magasan vagyunk. Jöjjünk tovább. Itt már nincs kötél, de nem is annyira meredek. Alakulunk, alakulunk. Ott csillognak ilyen kis házak, az gyeserek. Ott van szállásunk. Az ott szembe, pedig a Jelvodási tehegy. Újabb részkötéllel. Hát még pici van. Ez volt a neheze. Itt most már fenn vagyunk.
Jó, van, ideért a csapat, ideért a csapat. Ott is minden megküzdő nehezével. Ügyesen! Olyan csúcsia! A magyar csúcsia! Itt vagyunk fent. Itt ez a furcsa beton építmény. Olyan, mint egy helikopterleszálló. Jó nagy. És hát idáig Ferdinand a hátamon attól a ponton, ahol 15 perc volt kiírva, bizony tényleg 15 perc volt az út. Ott látszik, hogy honnan jöttünk. Jönnek ott még a lányok sorba. És egy picike van a csúcsig. Arrafele a Gorszki kotár. Ott az a furcsa kis képződmény szemben, ez a Klekica csúcsa. És a Klek szépen lassan rábeti az árnyékát a völgyre, ahol a Dobra folyó kanyarog szépen és frissen. Ott távolban látszik egy picit az autópályának a hídja, és hát messzire nem látni, mert elég párásködös, porosan elegő. Ott a távolban a horizonton a Velebit viszont jól látszik. Még jól látszik. A Mária Ignác és a Velik Ignác csúcsok is jól kivehetők. Innen szabad szemmel. Van még egyszer, mi ez? Repülő. Repülő leszálló? Igen. Hát nem tudom, mi lehet. Furcsa építmény. Igen. Inkább helikopter leszálló. Nem kell félni. Van itt szépen drót. Meg kell benne kapaszkodni. Meg hát jó ki van járva. Itt. Lehet, hogy ijesztőnek tűnhet, hogy itt vagyunk. De valójában nem az. Hát itt is vagyunk a Klekken. 1181 méter, meg ahogy elnézem, még 80 centi. És fantasztikus az idő. Szép a kilátásunk. Wow! Olyan szép, mint amilyen gondoltál? Igen. Yeah. Ah, tök jó. Arra fele van a tenger, arra fele vannak az Alpok, arra fele van Zágráb, arra fele meg Bosznia. Fél ötlet, mire felértünk, és az igazat megvarva, még világos van, de azért gatyarovasztó meleg nincs. Sőt, 1200 méteren igencsak hűvös lett. A kicsi nem voltál jól. Kicsit nem voltál jól. Mi már itt vagyunk Ferdinánddal a szikla tövében, ahol a kötélhágcsó tekereg. Így. Onnan. És ott jönnek a lányok lefele. A kötél nagy segítség különben, mert itt például hiányzik vagy 3 lépcsőfok. Ja, vagy 60 centit lefele lépni, és bizony kötél nélkül ez sokkal nehezebb lenne. Szóval itt vagyunk a táblánál, itt már fölöttünk a szikla, az bizony negatívban van. Mi beljebb vagyunk, mint amennyire az kilóg a völgy felé. A toalett felől érkezünk vissza a wifi-s házhoz. Lehet kezet mosni. Szerintem ebben most nincs víz. 1974-ben épült. És ott is van egy boszorkány az ablakban. Ezt hagyján, hogy van free wifi, de van kiváló grillező. Nagyon pazarul van megépítve. Még egy tégla is van ott fent, mert bele van írva, hogy Klek. Viszont tartani kell a másik 2 méteres távolságot. A legnagyobb baj azzal, hogy itt van free wifi, az, hogy közben a telefonra megjöttek az üzenetek otthonról. Ezt pedig nem szerettük volna.